Most tankolunk, mint látszik. Ez a videó igazából csak azért készül, mert elmeséljük nektek Levivel, hogy most mi a helyzet, mert kitettük ugye ma a szuborús videót, és nagyon sokan kérdeztétek, hogy most ez mi? Dani miért tesz ki róla a Subaru-ról a képeket, meg most ez mi? Úgyhogy mindjárt megválaszoljuk. Csak először tankolunk, mert éhes az autó. Most mit videózol? Unatkozok. Jó. Jó kis H18 deső. Nem látszik. Most már nem. Olyan mindáni elé volt. Ja. Ez jó volt nagyon, nem? Hát jó, szép ment. Végén mi lett vele? Hallod, nem tudom. Igazából pontosat nem tudok, de nekem azt mondta Dani, hogy három szerelő is megnézte. Az egyik biztosan állította, hogy ő tudja mi a baja, pár ezer forintos. Uh-huh. És mondta, hogy nem tudom, valamikor vigye el hozzá, de ilyen, tudod, ilyen nagy önbizalma, hogy hát azt tudja, ezt fixen tudja. Elvitte, és utána nézegette, a szerelő nézegette, azt mondja, hát mégsem ez a baja, akkor nem tudom. Jó szerelők, igen. Valami, értenek hozzá. Valami ilyesmi volt. Uh-huh. Jaj, van itt. Mit keres itt a Dani? Dani? Hát az nem Dani. Egyrészt a páros kénytelen volt összetalálkozni. Most barátkozz meg. Mit? Ezt. Tankolsz te. Aha, tankolok. Lopott benzinből. Tegnap éppen, hogy már csak ide ért az autó. Ugye? Aha, jó volt. Úgy éppen, hogy... Úgy. Tetszett nagyon. Ezt mondjuk első körbe, hogy ma kiment a videó, a Subarus, és nagyon sokan kérdeztétek azt, hogy a Dani miért posztolgat ugye a Subaru-ról képeket. Ez jogosan. És amúgy tök jogos, igen. És mi volt? Ez volt a legfőbb kérdés, és nagyon sokan belájkoltátok, és nem értettétek. Úgyhogy most ez a videó csak azért van, hogy elmondjuk ezt, hogy mi történt. Hát az történt, hogy elcseréltük Danival az Imprezát a 36-ra. Igazából ennyi. Röviden, tömören, igen. Nagyon tömören ennyi. Úgyhogy Dani élvezi az Imprezát, én meg élvezem a BMW-s életet. Ugye? Úgyhogy itt van, koszosan. Tegnap hoztuk el a telepről. Jó, ja, hát igen, igaz. Még benzin sem volt benne, most már van. Most már van, meg ott a szállt, és előtte az tiszta kicsit. Tisztább. Ja. De még ha nem is tisztább, legalább a fejére nem látszik, nem? Úgyhogy ja. Ennyi. Tegnap csapattuk egy kicsit. De pici a hely. Nem? Hát nem nagy. Kicsit vidd kijjebb szerintem amúgy. Igen? Aha. Igen, így nagyon vidd be. Na, jöjjön. Úgy nagyon lazán viszi. Csak egy kicsit, ne kilépsz, cső. Jújjúj. Most vagytunk ki üzemanyagból. Kajak? Igen. Nyomod a padlót, kuka? Aha. De azt is, amikor kijövök a telepről? Azt nem. Pedig az jó lett volna. Eszembe nem jutott, hogy majd te ott keresztül. Hát szerinted nem volt egyetem, hogy beülök egy BMW-be, meg ilyen nagy, mondjuk, nagy kanyar, érted? Így, hogy mondod, meg tényleg végül is egy csomót melegítetted előttem. Igen, nem vízbe, rájöttem, nem vízbe melegítettem. Igen, így már leesett. Keresztbe akartam menni, de valamennyi kiadta. Csak utána volt egy kis matek, amikor úgy másik irányba ment. A másik, igen. De összeszedtem végül is. Ja. Volt rá két sávod? Egy nem lett volna elég amúgy. Igen, jól tudom. Menjünk odébb, megjött a szomszéd. Na mindegy, a lényeg elhoztuk tegnap a BMW-t, most már az enyém,
én csinálgatom tovább. Ja, a műszaki is dolgot akartam, hogy még ugye most nincsen rajta műszaki. Most nincs. És hogy, de műszaki van, csak forgalmi. Ja, tényleg, jogos. Műszaki van rajta. Műszaki van, csak forgalmi nincs. Úgyhogy még folyamatban van. Azért, amíg megjönnek a papírok, addig már üzemkész, már feltankolva minden. De lesz mosva. Ja. Van alatt a téli szett, azért ilyen csúnya, nem a 19-es felni van alatta. Nem olyan vészes. Nem. Hátul nagyon ül. Azért, mert Ferdénál, már másik oldalt megnézed, ez meg jól áll, szóval... Ja. Ez a kicsit offroad, de hát ez gyárilag ilyen. Rally? Hát igen. Rally is. Hát rally is vettem, azért vettem. Hogyha meg lesz a forgalmi, ami remélhetőleg meg lesz hamarosan, akkor... Most nyomtatjuk. Akkor igen, most nyomtatjuk. Hát, remélem kész lesz, mire hazaérünk. És akkor utána mi lesz? Hogy csapató, ha? Nem? Hát ja, egy kicsit. Hát na. Hát jó. Mivel ez egy aktuális videó, itt semmi késés nincs, azért elárulom azt, hogy nem tudom, mi fog összejönni belőle, remélhetőleg összejön a kis karácsonyi videó. Uh-huh. Abból még... De azt tudják, hogy mi van a karácsonyi videóban? Nem, ja. Semmit. Ja. Nem tudnak a srácok, nem is mondok semmit. Hát akkor én sem mondok semmit. Csak annyit mondok, hogy tervezünk karácsonyi videót, csak nem biztos, hogy összejön, nem miattunk, a hanem egyszerűen... Igen, egyébként igen. A forgalmi meg az ügyintézéses dolgoktól függ. Uh-huh. Ennyi. És ja, teljes értékben. Ja, igazából, hogyha megvan a forgalmi, onnantól már nem... Onnantól már... Csapató. Percek kérdése. Ja. Igazából minden ugyanaz maradt, vissza lett téve a... Hát most gyári... Ja, tényleg most gyári a futómű. Hát ez a M paket, nem vágom ezeket, M pakettes futómű van olyan? Tök vagy mindegy, mi? MS. MS futómű. MS futómű. Jó, MS futómű van alatta, nem Gevinde. FK Gevinde voltam úgy alatta, de most már vissza lett téve az úgymond gyári MS futómű. Úgyhogy azért ennyire offroad, de ez itt csak itt ére, tehát visszarakva. Én sem tudom amúgy aztán, konkrétan, hogy... Aztán vannak vele tervek, aztán ki tudja, mi lesz vele. Úgyhogy ennyi. Ja. Igazából ugyanaz maradt, nem semmi igen, változtatás. Igen, most újra nem fogjuk bemutatni, nézzetek meg a bemutató videót. Majd rágd oda jobbra fel, tudjátok megnézni. Ja. Tényleg teljesen ugyanaz a 36 maradt. Ja meg kap két első lámpát, mert az egyik kapott egy kavicsot. Ennyi, ja, igen, ennyi igen. Két új lámpát fog kapni, de úgy tök ugyanilyet, csak újat, ami nem kavicsos. Ja, jó, hát végülis ennyi. Mit mondjuk még? Mert igazából tudnak róla mindent szerintem, ja. Mert bemutattátok. Hát ennyi uh-huh. Volt a lényege igazából. Erről is találtak bemutatót, most ugye már Subaru-ról is van arról bemutató. Mi? Seatról is van bemutató, így van. És igazából mondom, a lényeg az, hogy történt egy ilyen csere. Igen. És ennyi. Azért van az, hogy Levi erről fog posztolni, Dani meg arról fog posztolni. Cserélik, igen. Igen. Úgyhogy ennyi. Hát igen. Aztán majd lesznek még újítások. Minden is. Autószemszögből majd. Ja igen, minden is. Ja. Akkor szerintem most már mindenki szerintem, tud mindent. Szerintem is. Csű. Csű. You're no hero, so don't act like it.